Jó napot! Köszöntök mindenkit! Én Jármi Péter vagyok, az LMP-nek a Hajdú-Bihar megyei elnöke. Először is szeretném megköszönni mindenkinek, aki eljött a mai demonstrációnkra, hiszen legutoljára februárban találkoztunk ilyen sokan együtt, akkor ugye az első kínai akkumulátorgyár ellen tiltakoztunk. Azonban most egy újabb kínai akkumulátorgyárra kell nemet mondanunk. Én egy történetet hoztam a mai napra. Volt egy város, ami valaha tündökölt, igazi ipari fellegvár volt. Az amerikai autóipar nagyjai, a beszállítók, a nemzetközi piac szereplői ilyen-olyan formában, de mindannyian képviseltették magukat. Szárnyalt a város gazdasága, és mindenki a jólétet feltételezte az ide települő hatalmas gyáraktól. Azonban itt van egy pont, amikor a mese és a valóság elválik egymástól. Ez valóban jó üzlet volt, azonban csak egy szűk elitnek. Az átlagemberek semmit nem éreztek ebből. Volt munka, de a fizetés nem volt kiemelkedő. Volt lakhatás, de nem volt eléggé megfizethető. A város egy évtized alatt közel elérte a 2 millió fő lakosságot, egy évtized alatt 1 millióról 2 millióra megduplázta a lakosságot. Ezután bekövetkezett a szerencsétlenség. A várost elszennyezték a gyárak, a tömeg, a hatalmas hirtelen betelepülő tömeg, a légkör mind-mind az életminőség romlását eredményezte ebbe a városba. Közben ugye ez a város teljesen élhetetlenné vált, és ekkor kezdődött el Detroitnak a hanyatlása. A város most jelenleg csődeljárás alatt van, hiszen már az iparűzési adójából nem tudja kifizetni a kiadásait. A cégek jó része bezárt. Magas a munkanélküliség és a szegénység ebben a városban. Minden harmadik ember a szegénységi küszöb alatt él. Ez egy példa, de egy igazi tankönyvi példa arra, hogy mi történik akkor, hogyha egy város, ha egy ország mindent egyetlen iparág alá akar összpontosítani. Én nem szeretném azt, hogy Debrecen Detroit sorsára jutjon. Ti szeretnétek ezt? Nem hagyjuk. Így van, nem hagyjuk. Azonban látnunk kell azt, hogy a fideszes városvezetés és a kormány csak ebben képes gondolkodni. Atom- és gázenergia, összeszerelőgyárok, kiszolgáltatott munkavállalók. 10 éve ezt a megállapodást kötötték az autógyárakkal, és most ezt a megállapodást kötik az akkumulátorgyárakkal is. Egy közös van mindkettőben. Egyik sem magyar tulajdonú cég. Ha profit keletkezik, viszik ki az országból. Adót nem fizetnek, mert adókedvezményt kapnak, és támogatásokat a kormánytól azért, hogy itt maradjanak az országban. Lázár János kerekperec ki is mondta, nem ők akarják idehozni ezeket a gyárakat, hanem az Audi, a Mercedes és a BMW. A Brüsszelben állandó szabadságharcot folytató kormány vajon miért fekszik be állandóan a német tőkének? A német autógyáraknak bármit megtesznek, bármit megadnak nekik, és a kormány semmit nem tesz, ami veszélyezteti a profitjukat. Akkugyárakat kértek, akkugyárakat kaptak. A kérdés már csak az, hogy mi akartuk ezt? A magyar lakosság szeretne akkumulátorgyarmat lenni? Szeretne a város Detroit sorsára jutni? De ne legyenek illúzióink. A középosztály egy része már fontolgatja a költözést ebből a városból. A múlt században több évtizedig tartott ez a folyamat, azonban jelenleg lehet, hogy már 10 év se kell hozzá. Az a probléma, hogyha most itt nem állunk fel, és nem fejezzük ki a elutasítottságunkat, nem utasítjuk el a gyárakat, akkor lehet, hogy 1-2 év múlva talán már késő lesz. Nem szabad várnunk ezzel. Legyen ez egy példa mindenki előtt, aki még bízik a városvezetésben. Pár hónappal ezelőtt Papp László Debrecen város fideszes polgármestere azt mondta, hogy nem lesz itt másik akkumulátorgyár. Az ipari parkok megteltek, és nem lesz több gyár, újat pedig nem akarnak nyitni. Május elején érkezett a hír, hogy hát egy újabb gyár jön Debrecenbe, és nem is akármilyen, még egy akkumulátorgyár fog érkezni. Szeretném azt, hogyha most ezt nem látni nekem magunkkal annyiról, hogy ez a fideszes tempó. Ne hagyjuk, hogy a közöny elfolytja a jogos haragunkat, amit érzünk most az újabb gyárral kapcsolatban. Ne hagyjuk, hogy állandóan átverjenek minket,
mert ki kell jelentenünk, hogy a polgármester hazudott. A kormányt nem érdekli a mi véleményünk, csak az, hogy idegen cégeket és a tőkét szolgálja ki, hogy ezzel a klientúrának a vagyonát gyarapítsa. Én igazából egy más jövőt szeretnék. Más jövőt képzelek el Debrecennek. Én egy zöldváros képzelek el, ahol a főtér nem szürke térkövekből áll, és a fákat nem dézsába ültetik el. Egy olyan várost, ahol a közösségi közlekedés olyan jó minőségű, hogy az emberek leteszik az autót, és inkább azt választják. És egy másik érdekes példa, milyen közösségi közlekedés lehetne Debrecenbe, egy olyan, ahol nem állítják le télen a villamost, mert hogy nincsen pénz a villanyszámlára, de közben energiazabáló akkumulátorgyárokat hoznak a városba. Én egy olyan helyet szeretnék, ahol pezseg a kultúra. Koncertek, kiállítások vannak, street art és vásárok. Nem egy olyan városban, ahol a mai napig a úgynevezett Latinovics Színház sose nyitott meg, mert annyit késtek a projektet, hogy már ciki lett volna ezen a néven megnyitni, így Csokonai Fórummá nevezték át. De akár beszélhetnénk az intermodális központról. Ne hagyjuk, hogy a városvezetés ilyen hülyének nézzen minket, és a hibáikat ilyen olcsó trükkökkel fedjék el. Alkossunk közösen egy új jövőt a városnak, amely egy zöld város lesz, és nem egy iparváros.